Jó estét kívánok, hölgyeim és uraim! Ismét együtt vagyunk a 8. szemeszter utolsó előtti előadásához jutottunk. Mindenkit szeretettel köszöntök a képernyők előtt, és külön megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm mai előadónkat, dr. Igaz Péter professzor urat. Röviden engedjék meg, hogy bemutassam a professzor urat. Ő a fiatalabb professzor generáció egyik legjelesebb képviselője. 2013-ban lett az akadémia doktora, 2016 és 20 között a 2. számú belgyógyászati klinika igazgatója. Itt jegyzem meg, hogy az endokrinológiai betegellátás és kutatás egyik fellegvára hazánk a 2. számú belgyógyászati klinika. Ez bizonyítja az is, hogy 2020 óta az egyetem endokrinológiai tanszékének vezetője. Orvos, biológus és jogi végzettsége is van, belgyógyászati, endokrinológiai és klinikai genetikai szakvizsgája, nagyon széles körű felkészültsége, tájékozottsága, ami elsősorban az endokrinológiai betegségekre, ezenből mellékvesebb betegségekre koncentrálódik. Tudományos munkája kiemelkedő, 150 tudományos dolgozata, 7 PhD hallgató munkáját irányító tevékenysége mind azt igazolja, hogy valóban területének egyik legkiválóbb szakembere. De én most már abba hagyom a dicséretet, remélem, hogy ennyi talán elég lesz, és átadom a szót Igaz Péter professzor úrnak. Szeretném megköszönni nagy professzor úr kedves szavait, és a megtisztelő meghívást, ez tényleg nagy megtiszteltetés számomra. Mint professzor úr mondta, az endokrinológiai tanszéket vezetem, jelenleg a belgyógyászat és onkológiai klinikán. És a hormonbetegségek, illetve a hormonok, az nekem régóta szenvedélyem. Mi és ebben az előadásban megpróbálom ezt a nagyon érdekes témát önökkel megosztani. Először magukról, a hormonokról egy általános bevezetőt fogok tartani, a hormonrendszerről, majd pedig áttérnék a mellékvesére, illetve a mellékvese betegségeire. Mi is az, hogy hormon? Ez a hormon egy jelátvivő, hírvivő molekula, ami a termelődési helyétől távoli szövetekbe, szervekbe is eljut, és ott hatásokat fejt ki. Ezáltal ezeknek a szerveknek, szöveteknek a működését befolyásolja. Hormonok mind növényekben, mind állatokban, és így emberben is vannak. Nagyon sokféle különböző hormon van, emberben is több százféle különböző hormont ismerünk. Állatokban és emberben a hormonokat a vérkeringés szállítja. Ezt a hatást, tehát a vérkeringés által szállított hormon távoli szervben kifejtett hatását endokrin hatásnak nevezzük, és innen jön az endokrinológiának a tudománya, tehát az endokrin hatásokkal foglalkozó tudomány. Itt ehhez kapcsolódik ez, hogy endokrin, illetve belső elválasztású irigy, vagyis azok a hormontermelő szervek, amelyek a hormonokat termelik, a vérkeringésbe juttatják a termékeiket, és nem úgy, mint a külső elválasztású mirigyek, amelyek a testfelszínre, vagy pedig a belső üregekbe, mint például az emésztőcsatornába. Milyen formái vannak a hormonoknak? Vannak egyszerű molekulák, aminosav származékok, ilyen például a pajzsmirigy hormon, amit itt láthatunk a bal alsó részen. Vannak szteroid hormonok, ezekről lesz szó, mivel a mellékvese kéreg hormonjai a szteroid hormonok családjába tartoznak, de a nemi mirigyek hormonjai és a D-vitamin is szteroid hormon. Peptidek, néhány aminosavból álló molekulák, és összetett fehérjék is, mint például az agyalapi mirigy hormonjai is lehetnek hormonok. Tehát egy nagyon változatos csoportról van szó. Hormontermelő szerveket mutatja ez az ábra. Felül az agyban, illetve az agy alján helyezkedik el az agyalapi mirigy, ez egy borsónyi szerv, de annál fontosabb, ez szabályozza számos másik hormontermelő szerv működését, ide tartozik a pajzsmirigy, a mellékvese kéreg, illetve a nemi mirigyek is.
További hormontermelő szervek közé tartozik a pajzsmirigy, a mögötte elhelyezkedő mellékpajzsmirigyek, amelyek a kalcium anyagcsere szabályozásában fontosak, a mellékvese, a nemi mirigyek, a petefészek here, illetve itt kiemelve a hasnyálmirigy látható. Ezt azért emelem ki, mert ez egy különleges szerv abból a szempontból, hogy két fő funkciója is van. Van az endokrin része, tehát a belső elválasztású része, ami hormonokat termel, és ezek kis szigetek formájában helyezkednek el a szerv állományában. Ezeket a szigeteket egyébként Langerhans szigeteknek nevezzük. És ennél jóval nagyobb a külső elválasztású része, ami a emésztő nedveket termeli és juttatja be a tápcsatornába. Tehát egy kettős funkciójú szervről van szó, és a hasnyálmirigy endokrin része, tehát a hormontermelő része termeli többek között az inzulint is. Egy fontos dolgot szeretnék még megbeszélni, mivel ez a mellékvese szabályozása szempontjából is fontos, ez pedig a szabályozásra vonatkozik, az úgynevezett negatív visszacsatolásos szabályozás. Azt nem említettem, hogy az agyalapi mirigy az nem önmagában működik, hanem az agy egy fontos része, a hipotalamusz, ami a közti agynak egy része, szabályozza. Ez termel különböző hormonokat, tehát a hipotalamuszból úgynevezett felszabadító, angolul releasing hormonok szabadulnak fel, amelyek az agyalapi mirigy előső lebenyéből három fő hormont, illetve négy fő hormon elválasztását serkentik, és ezek serkentik a pajzsmirigy, a mellékvesekéreg, a petefészek, illetve a here hormon működését. Ezek a szervek aztán ennek hatására hormonokat termelnek, és a célból, hogy nehogy ez a hormontermelés korlátlan legyen, egy önszabályozó kör alakult ki, tehát a stimuláló hormon hatására termelődő hormon gátolja az agyalapi mirigynek a működését. Ezt részletesebben be fogom mutatni, vagyis újra be fogom mutatni a mellékvese kéreg működése kapcsán. És mit szabályoznak a hormon? Hát, hogyha nagyon röviden válaszolnánk, akkor szinte mindent szabályoznak, de hát ez egy túl általános megfogalmazás. A legfőbb feladatuk az a szervezet belső egyensúlyának, a görög szóval homeosztázisnak a fenntartása. Ennek alapvető szerepe van a belső és külső körülményekhez történő alkalmazkodásban, az anyagcsere szabályozásában, növekedés, fejlődés, de számos más élettani folyamat, például szívműködés, bélműködés, vérnyomás szabályozásában, és alapvetők ezek a hormonok. Ahhoz, hogy a hormon hasson, ehhez egy receptorhoz kötődése szükséges, ezt talán magyarul jelfogónak fogalmazhatnánk, fordíthatnánk, van egy klasszikus modell, ez az úgynevezett kulcs a zárba modell, hogy az adott hormon csak a neki megfelelő receptorhoz tud kapcsolódni. A receptor lehet a sejtmembránon, vagy a sejten belül, a fehérje hormonok elsősorban membrán, a szteroid hormonok sejten belüli receptorhoz kötődve hatnak. És ezek a hormonok számos utat indítanak be a sejten belül, amelyeket jelátviteli útnak nevezik. Ez egy keringő hormonnak a sematikus váza, ami egy membránreceptorhoz kötődik. A membránreceptorhoz kötődés beindít különböző sejten belüli folyamatokat, ezeket jelátvitelnek nevezünk, aminek például a nyomán, például a DNS-ből előbb-utóbb fehérje képződik, vagy ioncsatornák nyílnak meg, és megváltozik a sejt működése. A szteroid hormonok receptora sejten belül van. Ehhez az szükséges, hogy a szteroid hormon átjusson a membránon, ez könnyen megteszi egyébként, és a receptorhoz kötődve az bejut a sejtmagba, és ott szintén hasonló hatásokat indíthat be. Az előadás fő témája egy rövid elméleti bevezető után hormonbetegségek, és a hormonbetegséget nagyon egyszerűen úgy osztályozhatjuk, hogy vannak olyan betegségek, ahol a hormontermelés lecsökken, ezek a hormon hiányos állapotok, és vannak olyanok, ahol hormon túltermelés következik be. Vannak mások is természetesen, például a hormon hatás zavara, hogyha a receptor működés zavara áll fenn, illetve vannak olyan betegségek, ahol nincs hormontermelés, de mégis az endokrin szervek, tehát a hormontermelő szervek daganatairól van szó.
Hormonhiányos állapot jöhet létre a hormontermelő szerv fejlődési zavara következtében, ez nem túl gyakori, autoimmun károsodás következtében, erről a következő dián ejtek néhány szót, illetve olyan is előfordul, hogy a hormon termeléshez szükséges anyag hiányzik, ilyen például a pajzsmirigy működéséhez szükséges jód, aminek hiánya jódhiányon keresztül pajzsmirigy alulműködést eredményezhet. Hormon túltermelést leggyakrabban hormon termelő daganatok okoznak, de előfordul egy nagyon érdekes eset, autoimmun eredetű hormon túltermelés is, ez különösen a pajzsmirigyre vonatkozik, a pajzsmirigy autoimmun túlműködése esetén. Itt érdemes szólni az autoimmunitás fogalmáról. Nagyon leegyszerűsítve az autoimmunitás azt jelenti, hogy a szervezet a saját molekulái, elsősorban fehérjei ellen indít immunválaszt. Ez egy nagyon leegyszerűsített modell. Az autoimmunitás súlyos esetben az érintett szerv gyulladását okozza. És ez általában ahhoz vezet, hogy az érintett szerv működése csökken, tehát hormonhiányos állapot alakul ki. De ritkán előfordul az ellenkezője is, hogy a szerv működése fokozódik autoimmun folyamat következtében, például ez a pajzsmirigy autoimmun túlműködése, amikor egy olyan ellenanyag képződik, amely aktiválja a pajzsmirigy működését serkentő TSH receptort, ugyanúgy, ahogy az agyalapi mirigy TSH hormonja tenné, és ez eredményezi a pajzsmirigy túlműködését. De rövid bevezető után a mellékvesére térnék át, ami egy nagyon érdekes szerv. A mellékvese egy páros szerv, a vese felső pólusán helyezkedik el, és viszonylag keveset hallunk a mellékveséről a többi hormonhoz viszonyítva. Attól, hogy a mellékvese a vese felső pólusán helyezkedik el, ez elsősorban az elhelyezkedésére utal, és bár van kapcsolata a vese működéséhez, a mellékvese nem a vese része. A mellékvese két részből épül fel, van egy külső, úgynevezett mellékvese kéreg, és egy belső, a mellékvese belül. E két rész különböző eredetű. A mellékvese velő idegi eredetű szövet az idegrendszerhez tartozik. A mellékvese kéreg ezzel szemben nem idegi eredetű, és ez főként a szteroid hormonok termelésében játszik szerepet. A mellékvese kéreg szöveti szerkezetét mutatja ez az ábra, illetve itt van a mellékvese velő is, látható, hogy a kettő szöveti szerkezete eltérő. A mellékvese kéreg az három részből épül fel, amelyek különböző típusú hormonokat termelnek. Melyek azok a hormonok, amelyek a mellékvese kéregben termelődnek, és ezeknek a betegségeiről lesz majd szó ebben az előadásban. A glükokortikoidok, mint a neve is mutatja, azért glükokortikoid, mert a glükóz, tehát a cukornak a felhasználásával, képződésével kapcsolatos, ezeknek a fő hormonja a kortizol. Ez egy fő anyagcsere szabályozó hormon, serkenti a cukor képződését, felszabadulását, összességében emeli a vércukorszintet. Serkenti a fehérjék lebontását, ezt hívjuk katabolikus lebontó hatásnak. A glükokortikoidok gátolják a csont képződését, serkentik azok lebontását, és itt fontos megemlíteni, hogy ez a glükokortikoidok csoportja, és azon belül a kortizol az egyik fő stressz hormon. Mi az a stressz? A stressz orvosi szempontból legalábbis, ez a Hans Scheye, Scheye János által, magyar származású kutató által kifejlesztett fogalom, egy olyan állapot, amikor a szervezet egyensúlyi állapotát külső vagy belső, úgynevezett stressz okozó tényező, angol elnevezéssel stresszorok veszélyeztetik, és ennek nyomán egy komplex válasz jön létre, amelyben aktiválódik az idegrendszer, és a hormonrendszer részéről a mellékvese. A stresszre adott hormon válasz egyik fő eleme a kortizol, a másik fő eleme később említendő mellékvese velő hormonoknak a termelődése lesz. És fontos még megjegyezni, hogy a glükokortikoidnak sok immunrendszeri hatásuk van, ezek döntően gátolják az immunműködést, és ezért van az, hogy a glükokortikoidokat kiterjedten használjuk különböző autoimmun és egyéb immunrendszeri aktivációval járó betegségek kezelésében.
A másik fő hormon a mineralokortikoidok csoportja, ez a mineral, mint ásvány van benne ebben a szóban, ez az ásványi anyagok a só- és vízháztartást szabályozza, ennek a fő hormonja az aldoszteron, mi serkenti a nátrium visszaszívását és a kálium ürülését, és a vizelettel és a vérnyomás szabályozásával alapvető. És emellett termelődnek a mellékvesében úgynevezett androgének, az androgén olyan hormon, ami a férfi nemi jelleg kialakulását segíti, illetve fenntartja. Legnagyobb mennyiségben egy DHEAS-nek rövidített hormon termelődik a mellékvesében, és egészen megdöbbentő módon ez sokkal nagyobb mennyiségben termelődik, még akár a kortizol, vagy akár az aldoszteron, és nagyrészt nem tudjuk, hogy miért. Hogy mi ennek a fő funkciója? Van funkciója a pubertás, tehát a serdülés indításában, de egyébként elég homályos, hogy miért is termelődik ilyen nagy mennyiségben. A szteroid hormonok szint termelődése koleszterinből indul, ez egy úgynevezett szterán váz kémiailag, ami a szteroid hormonokra jellemző, és képződésük, ez egy nagyon összetett folyamat, ezek a különböző irányokban a különböző hormonok, tehát itt az aldoszteron, ebben az irányban a kortizol, itt pedig az androgén hormonok képződnek. Ez egy bonyolult bioszintetikus folyamat, ahogy a szteroid hormonok képződnek. Mint említettem az előadás elején, a szteroid a hormon a szabályozásra alapvetően jellemző, ez a negatív visszacsatolásos szabályozás, és ez a mellékvese kéregre is vonatkozik. A hipotalamuszból termelődik a CRH-nak nevezett felszabadító hormon, ez serkenti az agyalapimirigy elülső lebenyéből az ACTH elválasztását, ami serkenti a mellékvese kéreg kortizol termelését. A kortizol gátolja mind a CRH, mind az ACTH elválasztását, és ezáltal korlátozza a további termelést, tehát ez egy önszabály, egy szabályozó kört jelent. És akkor térjünk át a mellékvese betegségeire, illetve a mellékvese kéreg betegségeire először. Először a mellékvese kéreg elégtelenségről, tehát a mellékvese kéreg hormon termelésének zavaráról lesz szó. Ezt a betegséget Addison-kórnak hívjuk, szerzői névvel. Ezt Thomas Addison, londoni híres orvos írta le a 19. század közepén. Itt az egyik első beteg, akiről fénykép készül. Ezek a fehér foltok, ezek pigment hiányos foltokat jelentenek, amit orvosi szakszóval vitiligónak hívunk, és ez a betegséghez társuló más autoimmun folyamat következménye. Ugyanis az Addison-kór 70%-a autoimmun eredetű, tehát a mellékvese kéreg ellen irányuló immunválasz eredményezi az Addison-kort napjainkban. Korábban, a II. Világháború előtt egyébként az Addison-kór fő oka a tuberkulózis, tehát a tüdőbaj volt. Nem véletlen John F. Kennedy-nek a feltüntetése, ugyanis John F. Kennedy Addison-kórban szenvedett. És itt a harmadik panelen láthatjuk az Addison-kór egyik legfeltűnőbb következményét, a barnás bőr elszíneződést, aminek az áll a hátterében, hogy a kortizol hiányában az agyalapi mirigyre vonatkozó negatív visszacsatolás kiesik, és ezáltal az fokozza az ACTH termelősését, és az ACTH stimulálja a bőrben elhelyezkedő pigment sejtek pigment termelését, és ennek következtében bőrelszíneződés jelentkezik, elsősorban a kézen, nyomásnak kitett bőrterületeken, de a szárnyalkahártyán is. Az Addison-kór nagyon sokszor nem önmagában jár álló betegség, hanem más autoimmun betegségekhez társulhat. Ezeket, amikor több autoimmun betegség ugyanabban a páciensben előfordul, autoimmun poliendokrin szindrómának hívjuk. Ennek a kettes típusa nem túl gyakori, de felnőttekben viszonylag gyakran előfordul, pajzsmirigy autoimmun betegsége, illetve inzulin hiányos egyes típusú cukorbetegséggel is társulhat. Egyéb más autoimmun betegségek is előfordulhatnak az Addison-kórral kombinálva. Természetesen ez csak arra az esetre vonatkozik, hogyha az autoimmun eredetű Addison-kórról van szó. Milyen tünetei vannak az Addison-kórnak? A legjellemzőbb a gyengeség, fáradtság, étvágytalanság,
különböző hasi tünetek fordulhatnak elő, szédülés, sóészség jellemzi a betegséget. Fontos megjegyezni, hogy ez nem egy gyakori betegség, tehát a páciensek többségének, akinek ilyen panaszai vannak, nem addizókória van. Fogyás jellemző, a fokozott bőrpigmentáció az egy nagyon gyakori és nagyon típusos jel, alacsony vérnyomás, különösen jellemző, hogy hirtelen felálláskor a vérnyomás leesik, és szédülés jöhet létre addizonkóros betegekben. És társulhat hozzá, amit az egyik első esetben régi fényképen láttunk, hogy a foltos pigment hiány társulhat az egyébként hiperpigmentált bőrhöz, tehát ez egy jellegzetes megjelenést kölcsönözhet az addizonkórban szenvedőknek. A hormonok közül hát nem túl nehéz ezek alapján kitalálni, hogy a kortizol szint alacsony, és az ACTH magas, mivel az agyalapi mirigy próbálja a mellékvese kérget mind több kortizol termelésre bírni, de ez nem sikerül a mellékvese kéreg betegsége következtében. Fontos még megjegyezni, hogy az addizonkór lehet súlyos heveny formában is, egy úgynevezett addizon krízis állapotában is előfordulhat, nagyon súlyos állapot, kiszáradás, alacsony vérnyomás, kifejezett hányinger, hányás, nagyon intenzív hasi fájdalom is előfordulhat, alacsony vércukorszinttel. Ez egy akut kórházi ellátást igénylő állapot az addizonkór esetében. Kezelése, hogyha felállítottuk a diagnózist, nem nehéz, mivel pótolni kell a hormonokat. És itt szeretném megjegyezni, hogy ez egy hormonkezelés, de itt egy hiányzó hormont pótlunk. A köznyelvben a hormonkezelésnek van egy negatív mellékzőnkéje, és sokan félnek ettől a szótól, hogy hormont kap valaki, de ebben az esetben itt az történik, hogy a páciensben nem termelődik elegendő hormon, és ezeket kívülről adjuk be azért, hogy normális legyen a hormonháztartás, és ezáltal normális életet lehessen élni. Tehát ez egy kockázatok nélküli kezelést jelent, az a kockázat, hogyha valaki nem kapja meg a hormonokat egy hormonhiányos állapot esetében. Kortizolt adunk, illetve aldoszteront, a mellékvesekéreg androgén pótlása is esetleg felmerül elsősorban nőkben. És el kell látni a pácienseket, legalábbis célszerű ellátni egy kártyával, ami jelzi azt, hogy kezelésben részesül, mert ez jelzi azt, hogyha addizon krízis gyanúja van, a glükokortikoid, tehát a kortizolt pótló hormon adagjának jelentős megemelése szükséges, és akár vénás adás is indokolt lehet. Ez egyébként a Magyar Endokrinológiai Anyagcsere Társaság által kibocsátott kártya az Európai Endokrinológiai Társaság mintája alapján. Hát ennyit szerettem volna az addizonkórról mondani, és most szeretnék áttérni két olyan mellékvese kéreg betegségre, ahol hormon túltermelésről van szó. A Cushing-szindróma, a kortizol túltermelése nyomán létrejövő súlyos betegség, ritka betegség. Tehát 1 millió emberből körülbelül 40 érintett, tehát hazánkban 400-nál több betegre nem nagyon számíthatunk. A tünetei és következményei jellemzően elhízás, ami jellemzően a törzsre lokalizálódik, a végtagok vékonyak, cukorbetegség, magas vérnyomás, hiszen a kortizol emeli ezeket, súlyos csontritkulás, jellemző a gyomor és nyombélfekély kialakulása, a bőr sérülékeny, vékony, elhúzódik a sebgyógyulás, jellemzők a bőrön vöröses, széles csíkok megjelenése, amiket striáknak hívunk, ezek sokkal szélesebbek és mélyek, mint ami egyébként nagyon gyakori a terhességi stria, vagy az elhízás következtében kialakuló stria. Az utóbbi striák vékonyak és fehér, orvosi szakszóval gyöngyházfényűek. Fokozódik a fertőzési hajlam. Cushing-szindrómát Harvey Cushing, amerikai idegsebész írta le, és az 1930-as évek óta ismerjük. Ez a bal oldalon ez a páciens volt az első Cushing-szindrómával diagnosztizált páciens, őt Mini G-nek hívták. Látható a törzsre lokalizálódó elhízás, az előre domborodó has, ehhez képest vékony végtagok, itt talán a striákat is sejthetjük. A Cushing-szindrómának három fő oka lehet, lévén, hogy itt nem csak a mellékvese kéreg autonóm kortizol termelése,
hanem az agyalapi mirigy ACTH túltermelése is okozhatja a betegséget, ami ezen keresztül a mellékvese kérget stimulálja. Serkent. Sőt, az is előfordul, hogy nem a agyalapi mirigy termeli az ACTH-t, hanem egy más szerv, és ez okozza a mellékvese kéreg aktiválódását. Minigynek egyébként agyalapi mirigy eredetű ACTH túltermelése volt, és ezt Harvey Cushing sikerrel megoperálta, és utána még Minigy több mint 10 évig élt. Ez a 30-as években ez egy tudományos szenzáció, illetve ez egy hőstett. Akkoriban semmilyen olyan képalkotó vizsgálat nem volt, mint ma. Nem lehetett komputertomográfiát, vagy MRI-t, mágneses rezonancia vizsgálatot végezni az agyról. Egyedül egy röntgenfelvételt tudtak csinálni, ami mutathatta közvetve, hogy az agyalapi mirigy megnagyobbodott. Tehát ez egy óriási tett volt abban az időben. A Cushing-szindróma okait mutatja ez az ábra, ami én rajzoltam, lehet a oka a agyalapi mirigy elülső lebenyének, az daganata, jó indulatú daganata általában, lehet egyéb szerv ACTH termelő daganata, ami gyakran a tüdőben helyezkedik el, illetve a mellékvese kéreg jó indulatú daganata, nagyon ritkán rossz indulatú daganata is okozhatja a Cushing-szindrómát. Meg kell állapítani a diagnózist, hormonvizsgálatokat kell végezni, ebben nyilvánvalóan nem megyek bele, de egybe igen, mivel elég gyakran találkozom olyannal, hogy csinálnak egy reggel vagy nappal levett kortizol szintet, akár vérből vagy akár nyálból meghatározva, és ennek az emelkedettsége miatt Cushing-szindróma gyanújával küldik a pácienst. Fontos megjegyezni, hogy a reggel vagy nappal levett kortizol szint nem alkalmas a Cushing-szindróma gyanújának felvetésére. A kortizol szint nagyon változatos, mint stresszhormon, akár egy vérvétel is megemelheti a kortizol szintjét. Más kérdés, hogy egyébként például az éjszaka levett kortizol szint már alkalmas a diagnózis felállítására. Sokszor nem könnyű a különböző Cushing-szindróma okok elkülönítése, különösen az ACTH túltermelés okozta formák esetében. Hogyha megtaláljuk az okát, elsődleges a műtéti kezelés, vannak gyógyszeres lehetőségek, agyalapi mirigy esetén annak besugárzása is szóba jön, illetve hát a mellékvese eredetű formának a műtéti kezelése az elsődleges. És fontos még megemlíteni, egyébként a Cushing-szindróma nál olyan formáinál, amit a saját szerveink betegsége okoz, annál sokkal gyakoribb a Cushing-szindróma, ami orvosi kezelés nyomán alakul ki. A glukokortikoid hatású hormonokat számos gyógybetegség kezelésében használjuk, elsősorban az immunműködést gátló hatásuk révén, így autoimmun betegségek, vérképzőrendszeri betegségek, és nagy adag glukokortikoid tartós alkalmazása súlyos Cushing-szindrómát okoz, és ezek sokszor súlyosabbak, mint az egyéb, tehát a szervezeten belül létrejövő formák. Súlyos cukorbetegség, magas vérnyomás, csontritkulás jöhet létre. Fontos ezért, mivel sajnos ezekben az esetekben nincs más gyógyszer, tehát muszáj adni egyes esetekben tényleg ezeket a hormonokat, fontos a fekélybetegség elleni megelőzés, savcsökkentés, kálium adása, D-vitamin pótlása, csontok védelme érdekében. És az is fontos, hogy akinél több mint 3 hétig glukokortikoidot alkalmazunk, azt nem szabad hirtelen abbahagyni, mivel a agyalapi mirigy ACTH termelését kívülről bevitt glukokortikoid elnyomja, és ez nem tud hirtelen visszaállni, tehát ilyenkor fokozatosan kell leépíteni a glukokortikoid adását. Tehát mindez azt jelenti, hogy figyelni kell, de sajnos nagyon nagy szerepe, nem sajnos, de a glukokortikoidoknak nagyon fontos szerepe van ezeknek a betegségeknek a kezelésében, és sajnos ezek a mellékhatások óhatatlanul kialakulnak, de annyira sok pozitív hatásuk van, hogy mégis ezeknek a betegségeknek a kezelésében alapvetőek, tehát ezek a mellékhatásokat sajnos ebben az esetben ezekre tudatában kell lennünk, és a védekezni szükséges, bármennyire lehet ellenük. A következő betegség, amiről szólnék, az aldoszteron túltermelése. Szemben a Cushing-szindrómával ez sokkal gyakoribb betegség. Az összes magas vérnyomás akár 5-10%-a
ennek a következményeit, ezt elképzelhetjük, ez egy óriási szám. Mégis csak sokkal nagyon kis töredékét ezeknek az eseteknek ismerjük fel. Súlyos magas vérnyomást okozhat, sokszor társul alacsony kálium szinttel, de ennek hiányában is feldálhat. És azért fontos felismerni, mert ez nem csak egy kezelhető okát jelenti a magas vérnyomásnak, hanem gyógyítható is. A magas vérnyomások döntő többsége, 80-90%-a, ugyanis úgynevezett elsődleges magas vérnyomás, amit nem lehet megszüntetni, csak kezelni lehet. És van egy kisebb csoport, ezeket hívjuk másodlagos magas vérnyomásnak, amelynek konkrét oka van, és ennek az oknak a megszüntetésével a magas vérnyomás kezelhető lehet, ilyen az elsődleges aldoszteron túltermelés is. Mikor gondoljunk rá? Súlyos, gyógyszeresen nehezen befolyásolható magas vérnyomás, fiatalkori magas vérnyomás, alacsony kálium szint esetén. Ilyen esetben magas az aldoszteron és alacsony a renin szintje, ez legalábbis a labor diagnózis. És a két fő oka ennek a betegségnek, hogyha egyoldali mellékvese kéreg adenóma, tehát jóindulatú daganat, vagy mindkét mellékvese úgynevezett nem daganata, de megvastagodása áll ennek a hátterében. Nem könnyű a kettőt elkülöníteni, pedig fontos, mivel az adenómát azt műteni célszerű, a kétoldali megvastagodott mellékvesekérget viszont gyógyszerrel kezeljük. A kettő elkülönítéséhez használhatjuk a képalkotó, tehát hasi komputertomográfia vagy mágneses magrezonancia vizsgálatot, illetve a legáltalánosabbnak a mellékvese vénakat, nem a legmegbízhatóbbnak a mellékvese vénakatéterezést szokták javasolni. Az a baj, hogy ez egy nagyon korlátozottan elérhető módszer, nagy gyakorlatot igényel, és ezáltal nem egy könnyű módszer. Egy katéter, tehát csövet vezetnek be a combvénán keresztül, és közvetlenül a mellékveséhez jutva, onnan a vénából vesznek közvetlenül vért. Itt még mutatnék néhány ábrát, hogy hogy nézhet ki a aldoszteron túltermelésért felelős daganat. Ez egy úgynevezett immunhisztokémia, amikor megfestik az adott területet, tehát ellenanyagok segítségével. Körülírt daganatot látunk a mellékvesekérekben, de előfordul, hogy ilyen rendkívül apró szigetek felelősek az egész betegséget, amit nagyon nehéz kimutatni. Sokszor fordul elő, hogy véletlenül találunk egy páciensben mellékvese daganatot, és ezt hívjuk mellékvese incidentalómának, olyan mellékvese daganat, amit nem mellékvese betegség gyanújával végzett képalkotó vizsgálat során ismernek fel. Tehát például a betegnek epekövességre utaló panaszai vannak, és ezáltal történik egy ultrahang, vagy egy CT vizsgálat, és ez mutat egy mellékvese daganat. Akkor incidentalómáról beszélünk. Ezek meglehetősen gyakoriak, akár az összes vizsgálat 4-7%-ában kimutatható, és egyre nő a korral, minél idősebb valaki, annál nagyobb eséllyel van mellékvese incidentalómája. Az utóbbi 20 évben 10-szeresére nőtt a gyakoriságuk, ez elsősorban a fejlődő képalkotásnak köszönhető. Ezen incidentalómák döntő többsége jóindulatú mellékvese kéreg daganat, ami nem termel hormont, és igazság szerint semmilyen jelentősége nincsen, de előfordul hormontermelés, sőt előfordul az előadás záró részében tárgyalt mellékvese velő túlműködést okozó feokromocitóma is. Nagyon ritka a mellékvese kéreg rosszindulatú daganata, a mellékvese kéreg rák, vagy a mellékvese kéreg karcinóma. Itt néhány CT képet mutatnék. Ez komputer tomográfia. Itt ez egy épp mellékvese képe, az A ábrán. A B ábrán épp bal oldali mellékvesét látunk, egy ilyen háromszög alakú képletet, itt a nyíl jelzi. Ez egy jóindulatú mellékvese adenóma. Ez egy nagyon sötét, nagy magas zsírtartalmú daganat, amit mielolipómának hívunk. Itt pedig két oldali mellékvese adenóma látható. Ezek jóindulatú eltérések. De előfordul rossz indulatú mellékvese kéreg rák, látható egy nagy daganat, inhomogén, egyenetlen. Itt pedig a mellékvese velő daganata látható, egy feokromocitóma, ahol itt ezek a folyadéktartalmú részek, cisztás részek láthatók benne. Ráadásul itt két oldali feokromocitómáról van szó.
Ez egy óriási mellékvesek érek rák, ami nagyon súlyos állapotba hozta a pácienst, lesoványodott, senyvesztő állapotban volt, és nagyon úgy nézett ki, hogy nem sikerül megmenteni, de szerencsére ebben az esetben sikerrel jártunk. Az előkezelések után ezt a daganatot lényegében egészében sikerült kivenni, és a beteg azóta is nagyon jó általános állapotnak örvend. Tehát vannak sikertörténetek egy ilyen nagyméretű daganat esetében is. És akkor záró fejezetként a mellékvese velőre szeretnék áttérni, aminek lényegében egyetlen betegsége ismert, hogyha a mellékvese velőben egy daganat alakul ki, amit feokromocitómának hívunk. Mellékvese velő hormonhiány nem ismert. Ennek valószínűleg az az oka, hogy mivel a mellékvese velő az idegrendszer része, és az ő hormonjait az idegrendszer más területén is termelik, tehát nincs hiányállapot, mert ezek a hormonok, amit most mutatok, tehát az adrenalin és a noradrenalin, ez nem csak ott termelődik. A szerkezetük az aminosavból, tehát az L-tirozin nevű aminosavból indul, és egy reakció utokon keresztül alakul ki a két fő hormon, a noradrenalin, illetve az adrenalin. A feokromocitóma, tehát a mellékvesevelő daganata egy ritka daganat, ami súlyos magas vérnyomást okozhat. Akár extrém vérnyomás emelkedés is létrejöhet, tehát 300 higany milliméteres vérnyomást is észleltünk, ez az úgynevezett szisztolés vérnyomás, az első érték, ami a balkamra összehúzódásakor mért vérnyomás értéket jelenti. Normális vérnyomás 120/80 körül van, tehát ehhez képest a 300 higany milliméter az egy extrém vérnyomás emelkedés. Nyilvánvalóan azért ez a feokromocitóma esetén is ritka, hogy ilyen előforduljon. Mindez súlyos szív-érrendszeri történéseket okozhat, szívinfarktus, szívritmus zavarokat, agyi történést. A feokromocitóma nem gyakori betegség, szemben az előbb említett elsődleges aldoszteron túltermeléssel, de hasonló esetben szükséges rágondolni, fiatal páciens, nehezen kezelhető magas vérnyomás, különösen hirtelen vérnyomás kiugrások, jelentős ingadozások esetén, orvosi beavatkozásra kiugró vérnyomás. És hát mivel majd szólok róla, hogy ez egy nagy eset, gyakran öröklődő betegség, tehát hogyha öröklődő betegség gyanúja felmerül, ami magas vérnyomás betegséggel párosul, vagy mellékvese daganattal, akkor a feokromocitómára szükséges gondolni. Leggyakrabban fejfájás, szívdobogás érzést és izzadást okoz, de hát ilyet sok minden más is okoz, és mégsem a betegek, vagy a páciensek döntő többségének nincs feokromocitómája ebben az esetben. Az esetek nagy részében nem ez a hirtelen kiugró vérnyomás, hanem tartósan magas vérnyomás jellemző inkább. És van három különlegessége ennek a daganatnak. Egyrészt az, hogy miután eltávolítottuk a feokromocitómát, nem lehet megállapítani szövettani vizsgálattal, hogy az jó vagy rossz indulatú, tehát hogy ad-e áttétet, vagy nem ad áttétet. Természetesen vannak rá mindenféle próbálkozások, de összességében még egyetlen jelzőt sem sikerült találni, ami biztosan jelezné, hogy jó vagy rossz indulatú-e a daganat. Összességében általában azért inkább jobb indulatú daganat, az esetek 5-10%-ában figyelhető meg áttét képződése. A feokromocitóma különleges abból a szempontból is, hogy az emberi daganatok között itt a legmagasabb az öröklődő formák aránya, ez akár 40, sőt akár 50%-ot is elér, nincs még egy ilyen daganat típus, amely ilyen gyakran öröklődő forma formájában jelentkezik. És a harmadik érdekesség, hogy ez az első olyan emberi daganat, ahol a sejtek energiagyárának, a mitokondrium működésének biztosításában fontos fehérjéket kódoló gének eltéréseit mutatták ki, mint kóroki tényezőket. A mitokondrium az a sejt részecs, sejt szervecske, ami biztosítja a sejtnek az energiát. És ezeknek a működésében van a feokromocitómák egy részében zavar. Van néhány betegség, ami hajlamosít feokromocitómára, ezekben én nem szeretnék részleteiben belemenni, de mutatnék egy példát. Ez egy úgynevezett multiplex endokrin neopláziában, kettő A-típusban szenvedő páciens családfája, családfá során felrajzoljuk a
érintettet, illetve annak a rokonságát. Itt ebben az esetben a körök azok minden esetben a nőket, a négyzetek a férfiakat jelzik, kékkel jelöltem azokat, akiknek volt betegség, 40 évesen a nagymamában feokromocitóma, 2 évre rá egy pajzsmirigyrák alakult ki, és lányában már 25 éves korban volt pajzsmirigyrák, de ez 20 éve volt, és ez a hölgy szerencsére még mindig jó egészségnek örvend, és a kérdés az volt, hogy van-e az unokában, szerencsére nem találtuk meg ezt a mutációt, ő neki nem lesz feokromocitómája, illetve egyáltalán nincs is ilyen betegsége. Egy másik, ennél sokkal gyakoribb betegség, sőt a leggyakoribb öröklődő daganat betegség, az úgynevezett neurofibromatózis 1-es típusa, ami a nevét onnan kapta, hogy a bőrön világos barna, puha tapintatú, idegi eredetű daganatok alakulnak ki, ezeket neurofibrómáknak nevezzük. Jellemző a teljes kávészínű caféole folt, illetve személyzeti vizsgálattal a szivárvány hártyán is látható ilyen barnás pigmentáció. Neurofibromatózis 1-es típusa és ritkán hajlamosíthat feokromocitóma kialakulására. Ez az eset egy nagyon ritka esetet mutat, amikor nem a mellékvesében, hanem a mellékvesén kívül alakult ki egy feokromocitóma, ezt egyébként paragangliómának hívjuk. Ez egy 18 éves fiú, akinek az volt a panasza, hogy minden vizelésnél összeesett, tehát eszméletét vesztette, aminek hátterébe az állt, hogy a húgyhólyag előtt helyezkedett el egy daganat, és valószínűleg a vizelés során bekövetkező nyomásváltozások a daganatból a hormon kiáramlást megváltoztatták, vagy serkentették, és ez nem vérnyomás, akár vérnyomás kiugrást, akár ebben az esetben vérnyomás esést okozhatott. A kezelése a feokromocitómának műtéti, de fontos a jó előkészítés, a vérnyomás megfelelő beállítása, a vérnyomás ingadozások miatt ezt megfelelő centrumban célszerű, illetve ez az összes mellékvese betegség műtétjére is vonatkozik, hogy ezt nagy gyakorlattal bíró centrumokban célszerű ezeket a műtéteket elvégezni. Hát sajnos a ritka rosszindulatú feokromocitóma kezelése nem megoldott, itt többféle kezelési móddal próbálkozunk. Mik azok a fő klinikai kérdések és kutatási irányok, amelyek a mellékvese betegségek klinikai ellátásában a fő irányokat képviselik? Az Addison-kór esetében problémát jelent, hogy hogyan biztosítsuk azt a hormon szinteket, amelyek normálisan vannak az emberben. Normálisan egyébként a kortizol termelése éjfélkor a legalacsonyabb, ezért veszünk egyébként vért, illetve nyálmintát éjfélkor a betegség igazolására, és hajnalban az ébredéshez kötődő reakcióval a legmagasabb. Most ezt nagyon nehéz gyógyszerekkel biztosítani, tehát erre fontos gyógyszeripari kis fejlesztések történnek. Az elsődleges aldoszteronizmus fő formáit jelenleg legbiztosabb ezzel az invazív, nehezen elérhető és nagy gyakorlatot igénylő mellékvesevén a katéterezéssel elkülöníteni, de hát ennél sokkal jobb lenne, hogyha ezt nem így csinálnánk, hanem lenne valami vérből vagy máshonnan meghatározható módszer, illetve vannak egyébként új módszerek, talán képalkotó vizsgálattal lehet, de hát ez nagyon korlátozottan érhető el jelenleg. Szintén nehézséget jelent a jó és rossz indulatú mellékvese daganatok elkülönítése vérből, mivel erre jelenleg nincs ezt megfelelően jelző anyag. Mi is elsősorban ezzel foglalkozunk jelenleg. Nincs megfelelő jelmolekula, amivel követni lehetne a mellékvese kéreg ráknak a előrehaladását, illetve maga a kezelése is nagyon nehéz. Szerencsére maga a daganat rendkívül ritka. A feokromocitóma genetikai háttere az egyik legérdekesebb terület a endokrinológia, illetve a klinikai genetika területén, illetve ami nagy probléma, ugye a ritka maga a feokromocitóma, és ritka az áttétes feokromocitóma, de nincs jelenleg olyan módszer, amivel az áttétképzésre hajlamos feokromocitómát jelezni lehetne, és mivel áttét akár 10 évvel a daganat eltávolítása után is kialakulhat, ezen pácienseket hosszú éveken át követni szükséges
mert máshogy nem tudjuk felismerni ideje korán az esetleges áttéteket. És végezetül ez egy, hogy mégis kutatási szinten mivel foglalkozunk, ez egy saját eredményünk, ami a mellékvese, kéreg, daganatok elkülönítését segítheti szövetmintákban, tehát ez nem oldja meg a vérből történő jelzést, bár arra is vannak vizsgálataink. Ez egy nagyon érzékeny szövettani vizsgálatot kiegészítő módszer lehet, amit egyébként a idén vagy tavaly a Semmelweis-Edem innovációs díjjal is jutalmaztak. Én nagyon köszönöm megtisztelő figyelmüket, és remélem, hogy ezen előadásból némi használható információt is nyertek a mellékvese daganatok számomra elég érdekes világából. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Engedjék meg, hogy én is megköszönjem a hallgatóság nevében ezt a nagyon érdekes előadást. Klasszikus egyetemi előadás, klinikai előadást hallottunk, ahol a különböző betegségformák, annak a patofiziológiai alapjait, a tüneteket és a kezelést. Tehát ez történik az orvos egyetemen, tulajdonképpen a klinikai oktatásban. Betegségeket tanulunk meg, azoknak a gyakorúságát, jellemzőit, hátterét és a kezelést. Tehát ez ilyen szempontból is egy rendkívül érdekes és figyelemreméltő előadás volt. Én most a köszönet után visszaadom a szót a professzor úrnak, aki itt a felmerülő kérdésekre fog majd válaszolni, most már 10 kérdést látok. Egyben közlöm, hogy ugye 454-455 hallgató vett részt az előadáson, tehát meglehetősen széleskörű érdeklődés kísérte ezt az előadást. Professzor úr, ismét akkor kérlek, hogy vedd át a szót tőlem, és akkor válaszolj a kérdésekre. Köszönöm szépen. Egyik érdekes kérdés, hogy ha a reggeli vérvétel stresszt okoz, és ezért nem jó Cushing-szindróma kimutatására, az esti miért nem okoz hasonló stresszt? Vagy van más különbség is a két vérvétel között? Ez egy nagyon jó kérdés. Ez egy részmagyarázat volt részemről, hogy a stressz okozhatja a reggeli kortizolnak az emelkedését, de az éjszakai kortizolnál ezt mégsem szoktuk látni. Sőt, amit egyébként napjainkban egyre inkább szoktunk alkalmazni, az, hogy elkerüljük a vérvételt, és nyálmintából történik a kortizol meghatározása, azt gondolom már abban nincs benne a vérvétel okozta stressz, és az éjszakai nyálminta az ráadásul otthon is lehetséges, ezáltal azzal megbízhatóan elkülöníthető, hogy van-e kortizol túltermelésre okozó jel vagy sem. Azt hiszem, nagyon rátapintott a kérdező a kérdésre, tehát van ebben igazság ebben a kérdésben, tehát valóban a magyarázatom nem volt 100%-os, de mégis a gyakorlati tapasztalat azt mutatja, hogy egyértelműen az éjszakai minta meghatározás és annak alacsony volta az, ami kizárja a Cushing-szindrómát, a reggeli emelkedettsége az egész biztosan nem bizonyító erejű, tehát arra nem is érdemes aggodalommal tekinteni, és ez szerintem az egyik fő veszélye, hogyha olyan vizsgálatot végzünk, ami nem kellően alátámasztott, utána kap egy eredményt, és azonnal elkezdődik a szorongás, hogy mi is okozhatja ezt. Tehát a reggeli kortizol meghatározásának, és különösen napközbeni kortizol, illetve vér, illetve nyálmintáknak nincsen szerepe a Cushing-szindrómának a diagnózisára. Ehhez kapcsolódó kérdés, hogy Cushing-kór alapellátásban, laborvizsgálatban szűrhető-e, alapvetően ezt nem szoktuk javasolni. Tehát, hogyha valakinek tényleg felmerül, hogy tényleg Cushing-kórja van, és ennek a gyanúja az tényleg fennáll, akkor az endokrinológiai szakrendelésen vizsgálandó, mivel a Cushing-szindrómának a kivizsgálása az 3 hormon vizsgálaton alapszik. Az egyik a már említett napszaki ritmus, tehát hogy éjszaka a legalacsonyabb a kortizol szint, a másik a 24 órás vizelet, kortizol ürítésnek a vizsgálata, és a harmadik egy tabletta bevétele után lecsökkenő kortizol szint, amit lehet vizsgálni.
Nagyon jó kérdés szintén. A hormonok a laikusoknak, mumusnak számítanak, különösen azok pótlása. Idős korban indokolt lehet-e? Ez azért nagyon jó kérdés, mert valóban a hormonok termelődése legalábbis bizonyos hormonok esetében csökken a korral. De ez elsődlegesen nem például nem jellemző a kortizolra vagy az aldoszteronra, de jellemző nyilvánvalóan a nemi hormonokra, amelyeknek a termelődése nyilvánvalóan lecsökken, illetve hát nőknél bekövetkezik a menopauza, azt követően drasztikusan lecsökken a petefészek hormonainak a termelődése, de férfiakban is fokozatosan csökken a tesztoszteron termelődése a kor előre haladtával. És vannak is ilyen próbálkozások, sőt például az Amerikai Egyesült Államokban jelentős mennyiségű tesztoszteron fogy, amit idősek adnak be maguknak, de ez nem támogatható, mivel nem egyértelműen biztos a pozitív hatása. Nyilvánvalóan, aki tesztoszteront ad be magának, annak jobb lesz az erőnléte, az izom tömege is javulhat, de egyáltalán nem biztos, hogy az életkilátásait is javítja a tesztoszteron pótlása, tehát hormonpótlás kizárólag időskor indikációjával nem javasolt. Tehát ezt nem célszerű ezt a technikát folytatni. Egy másik kérdés ezzel kapcsolatos a dehidroepiandroszteron szulfátnak, tehát a DASnak a kérdése. A DAS termelődése az életkorral fokozatosan csökken. Ez a DAS, ez a mellékesek éreg említett androgénje, ami a legnagyobb mennyiségben termelődik, de nem igazán tudjuk, hogy mi a funkciója. Van közérzetjavító hatása, nőkben serkenti a nemi vágyat, a libidót, de itt sem egyértelmű, különösen azokban, hogy akinek nincs különösebb betegsége, hogy dehidroepiandroszteron szulfátot szedjen, ez nem egy célszerű dolog, nem tudjuk ennek a hosszú távú kimeneteit, nagyon ellentmondásosok a tudományos adatok arra, hogy a dehidroepiandroszteron, tehát a DAS-nak a pótlása, az mennyiben segíti elő a hosszú távú jólétet, illetve tehát milyenek a hosszú távú hatásai. Transplantáció után hosszan alkalmazott prednizolon okozhat-e Cushing kórt? Hát Cushing szindrómát igen, tehát hosszasan alkalmazott glükokortikoid a transplantációt követő immunszupresszív, tehát az immunműködés gátló hatása következtében okozhat Cushing szindrómát, ez ugyanúgy, mint a különböző autoimmun betegségek kezelésében. De általában ezt nem szoktuk látni, mivel nagyon jól oda lehet figyelni a dózisra, és manapság nem csak a glükokortikoidok, a gyógyszerei a transplantáció utáni immunszgátló kezelésnek, hanem sok más gyógyszer is, és ezáltal le lehet csökkenteni a prednizolon, illetve a más glükokortikoidoknak az adagját. Ezért ez viszonylag ritkán fordul elő, de nem kizárt, tehát előfordulhat olyan esetben, amikor nagyon aktív, tehát az nagyon erős immunszupresszióra van szükség, tehát ez elsősorban régebben ez előfordul. Nézem további a kérdéseket. Vannak olyan kérdések, amelyek nem erre az előadásra vonatkoznak, úgyhogy abban nem biztos, hogy belemegyek. Szintén van egy kérdés, hogy a D-vitamin a szteroid, igen, a D-vitamin az egy szteroid hormon ráadásul, tehát a vitamin elnevezés ebben az esetben nem helytálló, illetve hát vitamin olyan szempontból, hogy kívülről is bevihető, de a saját szervezetünkben is termelődik D-vitamin a bőrben a napfény hatására, és a D-vitamin az egy szteroid hormon, aminek hatásai vannak a vesére, a csontokra, illetve a bélen keresztül a kalcium felszívódására. Nézegetem a kérdéseket. Ugyan nem
erre vonatkozik, de azért azt megválaszolom, hogy van-e valós alapja annak, hogy a szója fogyasztása női nemi hormonok növényi alapú pótlására alkalmas? Röviden nincs. Tehát ez nem lehet szójával pótolni a női nemi hormonokat, de annyi valóság alapja van, hogy a szójában vannak olyan növényi anyagok, amelyeket fitoösztrogéneknek hívunk, és egyébként ez más növényekben is előfordul, amely ösztrogénhez hasonló molekulák, és ez, de ezzel pótolni nem lehet a női nemi működést, tehát az kizárólag gyógyszeres kezeléssel lehetséges. Van egy újabb kérdés. Feokromocitoma esetén automatikusan vizsgálják-e, hogy öröklődés fennáll-e a beteg családjában? Ha igen, milyen vizsgálat szükséges? Ez egy nagyon jó kérdés. Mivel a feokromocitomák legalább 40%-a öröklődik, ezért ez egy nagyon magas szám ahhoz, hogy azt mondjuk, hogy akár az összes feokromocitóma esetén szükséges genetikai vizsgálat. És két fő iskola volt. Az egyik azt mondta, hogy hát nem mindenkit szűrjünk, hanem csak azokat, akiknél a legnagyobb esély van az öröklődő feokromocitóma kialakulására, ilyen abban az esetben, hogyha gyerekben mutatkozik feokromocitóma, kétoldali feokromocitóma van, jellemzően mellékvesén kívüli feokromocitóma előfordulása esetén, többszörös daganat vagy más daganatok társulása esetén, de napjainkban egyre inkább kezd elterjedni az a hozzáállás, hogy mivel 40-50% az egy nagyon magas arány, hogy lényegében minden diagnózis esetén célszerű a feokromocitóma esetén genetikai vizsgálatot végezni. És mondhatnánk azt, hogy oké, de mégis hány éves korig, mert vannak olyan esettanulmányok, hogy 70 éves feokromocitómás páciensnél sikerült genetikai vizsgálattal öröklődő betegséget igazolni. Mondhatjuk arra, hogy ilyen idős korban már nem valószínű, hogy ennek nagy jelentősége van, de a családjára nézve mindenképpen van jelentősége. Tehát összességében napjainkban az a hozzáállás, és mi is ezt követjük a mi munkahelyünkön, hogy abban az esetben, hogyha feokromocitóma diagnózisa kerül felállításra, a genetikai vizsgálat elvégzése az mindenképpen célszerű. Nyilvánvalóan az esetek nagy részében nem fogjuk megtalálni az eltérést, de azokban az esetekben, amikor megtaláljuk, ez lehetőséget ad arra, hogy az egész családot leszűrjük, és olyanokban találjuk meg egyrészt a hajlamosító eltéréseket, akiknek még nincs betegségük, és ezáltal őket sokkal hatékonyabban lehet követni, szűrni, és ezáltal megelőzni, vagy ideje korán felismerni a betegség kialakulását. Van egy olyan kérdés, hogy eltávolított tumoros veséből, mellékveséből 25 év után származhat-e áttét a hasnyálmirigyben? Erre nagyon nehéz válaszolni. Típusosan ez nem jellemző, hogy ilyen hosszú idő után. Egy feokromocitóma esetén előfordulhat 10 évvel akár a daganat eltávolítása után, hogy áttét képződjön. Nem kizárt egyébként, tehát mondjuk a veserákok esetén, de ezt hangsúlyozom, az veserák, nem mellékvese, tehát veserákok esetén hasnyálmirigy áttét az valóban előfordul, de ebben nekem nincs tapasztalatom, mert a veserák az nem a endokrinológiához tartozik, azaz urológiának elsősorban, illetve hát az onkológiának a része, tehát ebben nem mernék biztosan állást foglalni. Van egy ilyen, ennek nincs köze ehhez az előadáshoz, de mivel könnyen megválaszolható, hogy D-vitamint káliummal együtt kell leszedni, ez nem igaz. Tehát maximum kalciummal, de az se feltétlenül szükséges, hogyha megfelelő kalcium bevitelt biztosít valaki megfelelő mennyiségű tejtermékkel, tehát akkor nem kell feltétlenül külön
kálciumot bevinni, de az biztos, hogy nem káliumról van szó. Hát én azt hiszem, hogy professzor úr a kérdések nagy részét megválaszolta, és akiben még maradt olyan meg nem válaszolt és nagyon problémás kérdés, az, ahogy eddig is tanácsoltam, küldj el a kérdést Melitának, vagy akár az én e-mail címemre, de Melita e-mail címén ismeretes mindenkinek, és akkor azt továbbítjuk a professzor úrnak, vagy ha nagyon személyes jellegű, mert ugye az a szabályunk, ki nem mondott szabályunk, hogy a nagyon személyes betegségre vonatkozó kérdést így közösen nem beszéljük meg, az egy bizalmi kapcsolat az orvos és a beteg között, az nem ilyen széleskörű előadásra való. Még egyszer nagyon szépen köszönöm professzornak ezt a nagyon értékes és nagyon érdekes előadást, én nagyon élveztem, és azt hiszem mondhatom, hogy mind a most már még mindig 386 részvevőnk van, tehát tényleg megmaradt az érdeklődés az ő nevükben is. Kívánok nyugodalmas estét, jó éjszakát, és jövő héten tartjuk az utolsó előadást ebben a szemeszterben, és akkor azt követően ugyancsak a hallgatóságtól várom a javaslatokat, hogy a következő fél évben milyen tematikát építsünk be a programba. Én is gondolkozom, munkatársaim is gondolkoznak, hogy fent tudjuk tartani az érdeklődést. Azt hiszem, hogy ez a 8. szemeszter is olyan sok irányú volt, és olyan érdekes, és olyan magas szintű előadásokat hallgattunk, mint akár ma is, ami mindegyünk számára maradandó élményt adó. Jó éjszakát kívánok, és még egyszer köszönöm igaz professzor. Köszönöm szépen a lehetőséget. Viszontlátásra.